A kormány kevesebb, mint két hete minden ész és értelem nélkül ürítette ki a magyar kórházakat. Miközben most arról beszélnek, hogy a járvány nyugvópontra tért, miközben vidéken már fel is oldották a kijárási korlátozásokat, továbbra is üresen hagyják a két hete kiürített 36 ezer ágyat a járványra hivatkozva. Többek között ez is az oka annak, hogy az egészségügyi ellátás a kormányzati bejelentéssel ellentétben még mindig nem indult újra, és a magyar egészségügy teszhalott állapotban van. Ha igazak a hivatalos kormányzati adatok a fertőzöttségről, és reméljük, hogy igazak, akkor ennyi üres ágy bentartása a rendszerben indokolatlan, annak semmilyen szakmai oka nincsen. A demokratikus koalíció szerint újra kell indítani az egészségügyet, és vissza kell adni az ellátásnak a kiürített kórházi ágyak mintegy felét, legalább 18 ezer kórházi ágyat. Elég volt abból, hogy a kormány a járványra hivatkozva beszüntette a magyar egészségügyi ellátást. Ennek már semmi köze a járványhoz. Ez egy veszélyes, szakmailag és emberek életét veszélyeztető állapot. A DK szerint újra kell indítani az egészségügyet, legalább a kiürített kórházi ágyak felén, mert bármit is hazudik a kormány, ma Magyarországon továbbra sincs egészségügyi ellátás. Egyrészt teljesen biztos, hogy 36 ezer ágyra egy időben nem lesz szükség a koronavírus járvánnyal összefüggésben. A 18 ezer ágy így is hatalmas biztonsági tartalékot jelent. Másrészt ezek az ágyak és kórházi kapacitások kellenek a nem koronavírussal, hanem más betegséggel küzdők ellátásához. Egyetlen daganatos megbetegedésben szenvedő, szívbeteg vagy más súlyos betegséggel küzdő ellátását nem szabad arra hivatkozva megtagadni, hogy kell a kapacitás a vírusfertőzötteknek, mert ez nyilvánvalóan nem igaz. Ha a kormány továbbra se indítja újra az egészségügyet, annak nem a járvány lesz az oka, hanem egy annál is veszélyesebb dolog, a kormányzati spórolás a magyarok egészségén és életén.